Buzánszky Jenő 1925. május 4-én Újdombováron született. A dombovári vasutas, a pécsi VSK, majd a dorogi AC, dorogi tárna, dorogi bányász részese volt az aranycsapat időszakában minden nagy sikernek, olimpiai bajnok, európai kupagyőztes, világbajnoki ezüstérmes. Ő volt az aranycsapat alap 11-jének egyetlen vidéki klubból beválogatott tagja, sőt, világszerte az egyik leghíresebb magyar futballista. Tiszteletére a városban sportkomplexumot és utcát neveztek el. Újdombováron pedig szülői háza áll, amit emlékházzá avattak. Megemlékezéséről Szabó Csaba beszélt. Dombovár sportjának a leghíresebb személynek a mellszobránál helyeztünk el egy emlékoszorút. Az az illető nem csak Dombovárnak volt a leghíresebbje, hanem Magyarországnak is az egyik leghíresebb sportolója volt, illetőleg tagja volt annak a csapatnak, amit aranycsapatként ismerünk. De visszatérve Buzánszky Jenő bácsira, aki 1925-ben született Dombováron, illetőleg akkor még a városnak azt a területét Újdombovárnak hívtak. Jenő bácsi itt élt a családjával, itt nevelkedett, itt járt iskolába, itt érettségizett a helyi gimnáziumba, és az első munkája is Dombováron a vasútállomáson volt. Buzánszky Jenő, aki 1947-ig élt Dombováron, pályáját felidézve azt mondta, érettség után mehetett volna Debrecenbe, Kaposvárra, de megmaradt Dombovárinak. A legendás labdarúgó halálával pótolhatatlan veszteség érte nem csak a magyar, hanem az egyetemes labdarúgást is. Buzánszky Jenőt a származása miatt Dombovár város saját halottjának tekinti.